Befőző automatákat, lekvár, asszaló és ivólé készítő, kiegészítő berendezéseket kapott öt rábaközi civil szervezet. A cél az egészségesebb és tartalmasabb élelmiszerek előállítása. A civil összefogás közhasznú alapítvány adományát a Premontrai Apátság dísztermében adták át. Ha egy civil szervezetet nézünk, a civil szervezet tagjai közül biztosan akad olyan, akinek a kertében valamilyen gyümölcs vagy zöldségterem, amit közösen le lehet szüretelni, utána ezt közösen feldolgozni, és vagy a civil szervezet maga értékesíti a helyi piacon, vagy pedig a közösségnek a tagjai hazavizik és otthon elfogyasztják. Amennyiben egy középkeztetési konyhára kerül a készülék, akkor ott akár a konyha készítheti a gyermekeknek, akiket etetnek, akár pedig a gyermekekhez is ki lehet tenni, hogy ők is próbálják ki, használják, tanulják meg, hogy hogyan lehet lekvárt készíteni. Lehet, hogy a fiatalok számára nem túl vonzó, hogy órákon keresztül kevergetik, utána dúzba teszik akár több napra. Erre is van megoldás ezekre a készülékekkel, hiszen ezek a készülékek úgy működnek, hogy a benne lévő víz, amivel feltöltjük, az adja át a lekvárnak valónak a hőt, tehát nem tud odaérni, nem kell kevergetni. Rövidebb idő alatt el is tudjuk készíteni, utána pedig a dunsztolásnál magában a készülékben történik, miután lezártuk a lekváros üvegeket, utána történik a dunsztolás, egy ilyen 35 perces program lefuttatásával, és utána azonnal föl lehet tenni a polcra ezeket a készítményeket. Két dolgot szoktunk kérni az adományozottaktól, az egyik a kreativitás, a másik a karitativitás. Kreativitás alatt azt értem, hogy itt említettem többször, hogy lekvárt befőtött ivólevet lehet készíteni. Voltunk nagyon sok helyen, ugye említettem több mint 90 helyen, volt olyan, aki azt mondta, hogy ő hasonló készülékkel már bírsalmas sajtot készítette. Ezt elmondtam a következő helyszínen, ott pedig jelentkeztek, hogy nagyon sok fügéjük van, hogy fügesajtot fognak készíteni a készülékekkel. De ugyanúgy forradbor, leves, tea, tehát akár egy adventi vásárba és egy jótékonysági forradborozásra lehetőséget teremthet ez a készülék. Várjuk szeretettel az ötleteiket, akár ez a bírsalmas ajtvonulaton, hogy csak egy-egy címszóba, hogy mi az, amit készítettek, akár konkrét receptekkel is. És a receptek mellett várunk olyan beszámolót is, fél évente, ami két-három mondat e-mailben elküldik, ki használta, mire használták, mik a tapasztalatok, tehát egészen röviden nem kell litániát írni, és egy-két fotót csatoljanak azt kérnőktől. A másik, amit kérünk, a másik kábetűs, az a karitativitás. Ez alatt pedig azt értem, hogy mi átadunk önöknek egy adományt, egy készüléket, és kérjük önöket, hogy önök vigyék tovább ezt a lángot, akár úgy, hogy a készüléket kölcsönadják egy partnerszervezetnek, egy ismerős családnak, de kérjék utána vissza, hiszen beszámolót önöktől kérem majd. És a másik, amit itt a kreativitás alatt kérnék, hogy amit elkészítenek, legyen az lekvár, befőtt, vagy bármi késztermék, annak egy 5-10%-át juttassák el egy rászoruló családnak, egy szociális intézménynek, vagy egy szociális területen dolgozó civil szervezetnek. Én erre a munkára hívom és várom önöket, és a készülékek mellett egy-egy ilyen receptgyűjteményt is nagy szeretettel látok. Gyopáros Alpár kormánybiztos közbenjárására térségünkből a Beledi Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület, az Agyagos Szergényért Baráti Kör Egyesület, az Acsala Községért Egyesület, a Szili Életmód Egyesület és a Téti Hagyományőrző Egyesület vehette át a korszerű befőzőautomatákat.